Ez így életem. Na most azon mosogok, amiről éppen most ugye beszélgettünk. Megpróbálom beállítani ezt a kamerát, hogy jó legyen. Nos, akkor ott kezdeném az elején, hogy köszönöm szépen mind a két videót, ugye már az magában egy hatalmas meglepetés volt, hogy ugye amikor gyors felnéztem Facebook éjjeli bagoly oldalára, hogy már két videós van, de jó, úgy nézem a hosszukat, egyik 17-18 percesek, mert nem tudom pontosan. Nagyon örültem neki. Elmentem, igen. Ja. Csak nem úgy, hogy ott voltam életem. Hoppá. És nem is úgy, hogy leírtam a dolgokat, mert amit leírtam, azt ugye egyenlőre csak elképzelni tudjuk ám, hogy milyen lesz és hogy lesz. De konkrét mit fogunk érezni? Hát azt, atya úristen. Hogy is fogalmazzak, hogy jó legyen, tehát ez. Ha most, ha úgy veszük, hogy 0-tól 100-ig kéne értékelni, hogy majd milyen lesz, mikor szerelmeskedünk, akkor ez, ahogy leírjuk, és akkor így külön-külön így egymás nélkül elmegyünk, szerintem ez egy 0-tól 100-as skálán, ez még csak a 10-es szint. Tehát ha érted, amire gondolok, hogy is ott van még a 90 még a 100-ig. Tehát az szerintem olyan lesz, hát fú, ezt el sem bírjuk képzelni, úristen. Mamma mia. Na, akkor ott tartottam, hogy tényleg nagyon szépen köszönöm a videókat. És hát igen, nekem is nagyon rossz volt, hogy így alakultak a dolgok, mert ugye nem értettük meg egymást, hogy mi is gondoltunk. És én tudom is, hogy mi volt az, nem kell összekeresnem ahhoz, visszatekernem az üziket. Tehát én tudom, hogy ott volt a problematika, hogy kérdezted, hogy én hogyan szerettem meg ilyesmi, és nem esett le, hogy mire gondolsz. De talán, most így gondolok, gondolkoztam azóta rajta, talán arra gondoltál esetleg, hogy hol szeretem, ágy, szék, asztal, fürdőszoba, vagy hogy milyen pózokba, hogy én alul, te felül, oldalról, állva hátulról, ölembe vesztek, és úgy, vagy én úgy sejtem, hogy lehet, hogy erre gondoltál ezzel kapcsolatban. És akkor valahogy tényleg nagyon nem esett le. Ha tényleg most ugye jól mondom, amit mondok. És nagyon, tényleg nagyon rossz volt ez így, hogy így beszélgettünk, hogy alig, meg hát ugye mondtam is, hogy váltott, hogy írjak, hát de hogy írtál egy jót, és ott agyaltam, hogy úristen, most mit írok, vajon mit érezhet, most ugye megharagudtál. Egyébként ugye mondtad is, hogy kiderült, hogy megsértődtél éppen, amit nagyon-nagyon sajnálok, és bocsánat kérek érte, hogy ennyire dinka voltam, hogy nem esett le a dolog, mert ha leesik, akkor nincs ez a félrejtés, mert ugye ez nem veszekedés, mert nem veszekedtünk meg semmi se, akkor nincs ez, és akkor gondolom, te se írod azt, hogy ezekkel a smiley-kkal is, hogy mi újság van, mert én még azt se értettem, hogy ugye fogalmaztad, hogy ilyenkor este nincs kedved írni, hát az ott egy kicsit nagyon meglepett, hogy mondom, mi? Csak nappal van kedved írni? Vagy most mi van? Mire is gondolsz? De szerintem, hogy még most sem beszéltük meg, hogy ott akkor konkrét mire gondoltál. Na majd akkor vagy leírod majd most, vagy majd midibe elmondod esetleg holnap. Ha majd tudsz csinálni, hogy nem lesz otthon senki. És szerintem ezt így azzal majd le is zárhatjuk, hogyha már ezt elmagyarázod, hogy mi volt. Azt hogyan értetted. Mert ugye ez tényleg nagyon rossz volt így beszélgetni is, de tényleg én majd mondtam is, hogy te ezt így mondtad, hogy akkor nem nincs kedved írkálnak, úgy vettem, hogy hát akkor nem írkáljuk. Hát, de tényleg nagyon rossz volt beszélgetni, mint hogy kb. Kolbásszal beszélgetnék. Na mindegy, ez már legyen a múlt. A múltal sose foglalkozunk, csak is a szép részeivel persze, a csodálatos emlékekkel, meg mindennel, ugye, ahol voltunk együtt. Ugye, sok-sok kirándulás, Pest, meg minden. Ott is ugye veled voltam legelsőnek. Állatkertben is, metrón is, azon a metró lépcsőn is, úristen, olyan emlékekkel gazdagodtam, olyan csodálatos érzésekkel, mindennel, hogy ezt meg nem lehetem volna álmodni is. És ez mindez neked köszönhető életem. Mindez. Tehát szerintem egy életes kevés az hozzá, hogy ezt mind viszonozni tudjam, de viszonozni is fogom meg éreztetni, hogy menjen, hogy örülök annak, hogy megtaláltuk egymást is. És tényleg. Néha nehéz megfogalmazni az érzést, ami ugye van az emberben. De tényleg hatalmas boldogság és öröm, mióta megismertelek. Behoztad az életembe azt, amiről eddig csak álmodni mertem, hogy egyáltalán gondolni rá, hogy tényleg létezik ez az érzés. De most már ugye tudom, és tudjuk ugye mindketten, hogy tényleg ez így van.
Hát létezik, ahogy megtapasztaltuk és érezzük. Ami tényleg nagyon csodálatos. És akkor miről beszéltél még? Ja igen, ezzel a hétvégéssel a kapcsolatban, hogy lehet, hogy tényleg az lenne a legjobb, már abból a szempontból is, ugye, hogy én ugye, ha szombaton mennék, ugye eleve alapból késve érnék le. Hát később, mint 9 óra jóval, hanem 11, vagy már nem is tudom pontosan, hogy menne a vonat, de hát ugye azzal is már csomót vesztenénk. De tényleg nagyon bízom benne, hogy nem lesz semmi gond, és hogyha azt veszük alapul, hogy ugye már jövő héten beszélnek a szapuddal, mondhat, hogy hétfőtől kezd bármelyik nap, akkor már éppen, hát jó, mondjuk ezt így nem nagyon tudom, hogy lehetne kivitelezni, hogy amikor megkérdezni, hogy na hol voltál, és merre voltál, mit csináltál, akkor ott lenne, látod a nyíló alkalom arra, hogy el is tudnád mondani éppen. De mondjuk, hogy ti tudjátok, hogy ti, hogy merre tervezitek a dolgot, mindjárt válaszolok arra, amit írtál is, közben láttam, hogy írtál. Azért zoomoltam ide a kamerára gyorsan egyből, láttam, hogy írsz, mert ott, aki chat vagy, az ott van amúgy. Látom, hogy már 2 üzenetet írtál, mindjárt megnyitom. Na, bocs, hogy így hol sötét, hol világos, de hát ugye itt nincs valami nagy százas égő, nem is kell, nem nagyon szeretem, hogyha mesterséges fény virít. Nem bírom valahogy nagyon. És a tévé ugye, ahogy megy, úgy világít rám a tévé. És akkor remélem, hogy hát abban a szempontból is lenne jobb a vasárnap, hogy akkor szombaton ugye későn élnék le, abból sokat vesztenénk, hogy nem is aludnék semmit, és akkor szombaton amúgy is aludnék sokat, azért, mert hogy akkor éjszaka tudjak, mármint hogyha menni fog, de hát úgysem nagyon fog, mert alapból már most izgulok, ugye, hogy újra talizunk, meg minden ennyi idő után látjuk egymást, és ugye az meg, hogy mondtad, hogy bár később lett volna beteg, és akkor talizunk, ezt annyiban kijavítanám, hogy én azt kívánom, hogy szeretném, hogy soha ne legyél beteg életem. Ez a legfontosabb. Se te, se én, de a legfontosabb, te se legyél beteg. Tehát ez így, ezt ennyibe kijavítanám azt a dolgot. És akkor nagyon-nagyon tényleg várom a talit. Ami szerintem, hogy vasárnap lesz, ugye jó, várom, tudom, hogy fogod akkor ezt így kivitelezni. Hát igen, hogy anyuk tudja, apud még nem. Akkor lehet, hogy majd anyunak elmondod, és eljössz talizunk, és akkor lehet adni anyut, felkészít apulat, hogy majd hogyha hazaérkezik a lányod, akkor lesz egy kis beszámolója, tehát lesz mit elmondania, vagy nem tudom, hogy hogy lesz ez még pontosan, ezt ugye majd kiokoskodjátok anyuddal. És tényleg az is annyira nagyon jó érzés volt, hogy akkor mondtál a videóban, hogy anyud látta rajtad, hogy kicsit szomorú vagy, emiatt, hogy nem tudtunk dűlőre, mérhetük meg egymást, de tényleg néha egy messengeren nehéz, de azért próbálkozunk vele, én is próbálkozok vele úgy írni meg, úgy izélni, hogy megértsük egymást, csak ugye mégis nehezebb, hogy mondtad, hogy sokkal könnyebb. Ugye személyesen, ugye látod, ott ugye látod, hallod az embernek az arcát, a hangsúlyát, ahogy mondja a dolgot, tehát így messengeren meg csak betűket látom, meg esetleg smile-okat, amikkel esetleg lehet sugalni arra, hogy mit, hogyan gondolsz, de teljesen 100%-osan nem lehet. És tényleg nagyon jól esett, hogy mondjuk kérdezte, hogy mi a baj, és akkor elmondtad neki, ugye persze nem biztosan, hogy mi volt, hogy mi nem értettük meg egymást, de ebből is látszik az, meg ugye mondta is, hogy ő nagyon remél és bízik benne, és szeretne, hogyha minden helyre jönne, meg megbeszélnék a dolgot. De hát ugye veszekedés nem volt, tehát helyre jönni semmire nem kellett. Csak ugye ezt, hogy végre megtudtuk már tényleg beszélni, hogy akkor hogy is volt, meg mint is volt ez, mert és most elmondtad videóban, most én is elmondtam, és akkor már kettő egy egészet kialakított, létrejött, és akkor ezt felejtsük is el. Most már jöttnek a happy és a boldog dolgok. Nagyon-nagyon várok, és hát ugye... Nem tudom, kikapcsolt a hangfal közben. És egy dolgot még mindig kihagytál a videóból, életem. Pedig már egy jó ideje, már pedig kérdeztem ezt a dolgot. Mégpedig azt, hogy tesó, tesódik, mit szóltak hozzám. Mi a véleményük, mi az első benyomásuk. Ilyesmire gondolok. Ez még most sem valósult meg, de semmi gond. Nekem még itt van, eszembe jut mindig azért, hogyha olyan lehetséges a dolog. És hát tényleg a hétvégét nem tudom, mert ugye én sem vagyok úgy eleresztve mostanyagilag fizetés előtt, mert elsőn kap a fizetést, mint kutyabolhával. Van még azért majd egy tízesem. Abban bőle, ugye 7:30 körül van a jegy oda-vissza. Nagyjából. Na de majd okosulunk valamit. Nem tudom, hogy tesódék esetleg mit csinálnak hétvégén. De akkor lemennénk hozzájuk, megint ezt ő ellennénk, játszanánk, zenélnénk, beszélgetnénk, stb. Bár attól függ, hogy mit csinálnak.
gondolom nekik is, hogyha van egy szabad hétvők, szeretnék együtt tölteni. Nem tudom, ezt majd akkor meg leinfózott tőle. A sátras dolgot meg azért nem tudom, mert még akkor ma beszélek haverra, hogy van-e neki tényleg. Mert ugye úton szoktak járni fesztiválozni, meg ilyenek, meg annól is, amikor ugye voltunk jó pár éve, talán négy, három vagy négy év voltunk, ugye soha kell tenni ilyen BV találkozón, ugye az három napos volt, ott voltunk, oda hozott sátrat, tehát volt neki, akkor még. És megkérem tőle, hogy megvan-e neki, és hogy hát, hogy kölcsön adna-e. Akkor ezt én mai nap megtudom, és holnap meg tudom írni. És akkor ő még ugye, tehát holnap még ugye péntek, szóval ki tudjuk szombat okoskolni, hogy akkor mi is hogy lenne, jó, merre menjünk, de a lényeg a legfontosabb az, hogy együtt legyünk. Csak hát, hogy az sem lehet valamit, azért csak csinálnunk kéne. Hogy egész nap sétálgatunk, bár én abban is benne vagyok. Ennyi értelem, csak ott legyek már rajta az a vonaton. És lássam meg azt a táblát, hogy Tatabánya, és akkor pár perc is leszállok, és úristen, és ott leszel. Ó, de nagyon várom életem. Nagyon-nagyon várom. És akkor most megpróbálok válaszolni. Arra, amit te írtál. Wow! Elmentem, igen. És most meg te fogsz. Ez a... Mi ez a mit jelentene? Á, nem úgy biztos voltam benne, hogy egyértelműen voltak a jelek. Hogy itt leírtam a dolgokat, hogy mi hogy lenne, hogy képzeltem el, ami szerintem eléggé izgató volt, romantikus, és valahogy csodálatos érzés már így, csak hogy ugye leírtam, és ugye, ott nézem, eltűntél már 5 perce, már 10 perce, már 15 perce, már 17, már 20 perce, de hát én már tudtam, hogy tehát eléggé feltűnő volt, hogy na, hogy ugye eltűntést tanírod, hogy ja, fürödni voltam, nekem leesett. És hát én is igen, én is elmentem életem, hát jó, hogy nem bírtam. Elmegy azokat leírtam, azokat a dolgokat hallod. Ugyanúgy át, mint mikor ugye ott voltunk a parkban, és érezted meg előtte, hogy a tatán is, tehát jó Isten, hát de bocs, én nem bírtam én sem. Tehát azért mondom, hogy tényleg, hogyha a százas skálán nézzük azt, amit most érzünk a közben, miközben erről beszélgetünk, és leírom a dolgokat, hogy mit, hogy képzelek el, mit, hogy csinálnék, és hogy így, ahogy te is. Ez egy százas skálán kb. 10-el ér fel. Tehát akkor hozzá tudod képzelni a többit, hogy az már milyen lesz élőben és személyesen. Mikor majd tényleg együtt szerelmeskedünk. Úristen. De az biztos, hogy azt már mondom előre, hogy utána szerintem biztos rá fog gyújtani. Ezt tudni. Akkor már nagyon nehéz lesz. Még belegondolni is, atya úristen, kb. Kategória, hogy elképzelni nem lehetem biztos a dolgot. Na jó. És akkor tényleg köszönöm szépen a főzős videócskát is, mert annyira cuki volt, hogy csináltad ott a kajcsit. Meg úgy mondtad is, hogy repült az olaj. Hát ugye ennek van egy tulajdonság, hogyha vizes marad, akkor az a vizet, mikor már kezd melegedni, forrósodni, akkor ez kilöbbesi magából minden felett olyan, mint a fél bolond. Én is jártam be egy nyugi. Nem vagy vele egyedül. Előfordul az ilyesmi. Legjobb családban is. Nem az első, nem az utolsó is lesz még ilyen biztos. De tényleg nagyon jó volt nézni, hogy félzős kézzel minden. Sőt, az a része nagyon tetszett, az nagyon megmaradt, hogy mikor ugye megkálmoztad a krumplit, és elmentem megkutyulni a kaját, és akkor leraktad az asztalra a krumplit, és akkor én néztem egy nagy krumplit ott magam előtt, hát a többi mosolyogtál, mondom, hát ez jó van, ilyet szemezek egy krumplival, biztos tetszek neki, hogy valami, nem tudom. Hát én nagyon jó voltam. És pont a végén, pont már, amikor ugye láttam, hogy már mondtad, hogy kész van majdnem a kalcsi, melyből gondoltam is magamban, hogy motyogtam, hogy hát a fűszerek hol maradnak, és már akkor pont mondtad is, hogy már azok is kerülnek bele, amit vártam. És hát igen, jó is az amúgy, hogy láttam viszonylag gyorsan kész van, az én tuning levesem is. De jó az amúgy, hát jó, hát hogy nem kívántad, nem az most nem az volt a lényeg, hanem hogy lássam, hogy ott vagy és főző, ez volt a lényeg. Én le sem vettem a szemem rólad, végig tényleg néztelek, nem a krumplit meg a kést, és amúgy tényleg ez én is így vagyok, hogy nekem is van kettő kedvenc késem, az egyik az egy kisebb, meg van egy nagyobb tőle, és a nagyobbal szoktam mindig kenni a kenyeret, vagy kenémás, vagy vajat, és a kisebbel szoktam ugye szeletelni, vagy teszek bele kolbászt, vagy uborkát, vagy paprikát, én mindig a kicsivel vagdalom az ilyesmiket, a nagyjal meg csak kenek, ez a két kedvenc késem van nekem is. Ez is elég érdekes, hogy ez is így kiderült, hogy te is így vagy ezzel, mert én is. Ez is annyira nagyon jó, cuki dolog.
szerintem is édes. Na jó, akkor ugye ma már csütörtök, éjszakát még letudom, és holnap már péntek, és egyre-egyre közeledik a hétvége, és újra együtt leszünk életem, amit nagyon-nagyon várok. És akkor most elkezdem feltetem a vidit. Már ugye ez is nem lett annyira rövid, de bár nem tudom, hogy berelne a te 30 akárhány perces videódat, így most hirtelen, de szerintem én is amit szerettem volna arra, azt elmondtam, és válaszoltam rá, én úgy érzem. És akkor sikeresen mindketten elmentünk, bár ez persze jónak jó érzés egyértelmű, de azért szerintem elkezdve nem bírjuk. Csak így tudom így valahogy szemléltetni is, valahogy közvetíteni azt, hogy ezzel a skálával, hogy ugye ez egy 10-es szint a 100-ig, vagyis a 100-ból egy 10-es szint. Ebben biztos vagyok, tehát hogy azt, amit akkor fogunk érezni, szerintem elképzelni lehetetlen. Majd csak utána, vagy tudom mondani azt szerintem, hogy vagy lehet, hogy nem sok mindent fogunk tudni megszólalni, csak azt, hogy Atyaisten. Azt így darabok csak így nézni fogunk ki a fejünkből és szételével lihegni, hogy És akkor én biztos, hogy el fogsz írni egy cégit, bejövök, és akkor tudod, hogy ismét rád vetem magam. Ha csak meg nem előző, bár ugye lefekszik, és akkor már hopp, már azt fogom észre, hogy már rajtam vagy, és csókolgatsz, úristen. Hóvaj, én ezt mennyire várom ezt is. De legjobban azt várom, hogy tényleg már legyen, már hétvégén teljenek ezek a éjszakák, ezek a napok, és kúra együtt legyünk, és hát igen, a másik dolog. Hogy én már előre, nagyon komolyan mondom, hogy már bennem van az az izgalom, hogy úristen, hogy jövő hétvégén felizok a szüleiddel. Meg még gondolom mellesleg még tesóiddal is, akik ugye otthon lesznek, atyaik. Ez komoly lesz. Már most izgulok is, mit fogok kérdezni, akkor, amikor leszállok a vonatról. És akkor sétálunk hozzátok, hogy megyünk busszal. Atya, úristen. Hú, ajajaj, nagyon fog izgulni, az biztos. Mint ahogy te is, mint ahogy mondtad is a videóban, csak én beleképzeled, elképzeled, és akkor te is fogsz, hát ez biztos, hogy fogsz. De hát ezzel jár életem. Ez a rendje, menete a dolgoknak. És amúgy próbáltam most, hogy nemrég megint ugye ismét úgymond szétnézni jó fogáson, ugye a TBA beletügybe. És sajnos most nem tudom, hogy az alkalmazása nem tölt be semmit. Csak pörög, de semmit nem tudsz behozni rajta, semmiféle kategóriát, akármit akarsz keresni. Rá is írtam a korbászra is, hogy nézem már, hogy neki működik, azt mondta, hogy neki sem működik. Semmit nem hoz be, csak pörög a kis karika, de semmilyen kategóriát nem hoz be, sajnos. Meg minden nap nézem azért, minden nap nézegetem. Na jó, négyetecském, pici kis szerelmem. Akkor elkezdem feltölteni videócskát. És közben... Jó, te meg most mész boltba, CB-ja, és utána írsz. Gyors írok már akkor, jó? Életem. Írok neked, ha még megnézed, még otthon vagy. Írok, hogy nagyon vigyázz magadra. Bár gondolom, hogy nem egyedül mész, már nem tudom, de nem a... Jó, sokat mentek ti amúgy vásárolni. Vigyázzatok. Nem tudok már írni. És igen, és arra válaszoltál a videóban, amit mondtam ugye, hogy anyudnak mondnak, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ő is ugye beszáll a dolgunkba, tehát ha segítő is Albit nézni. Vagy gondolom, hogy mondtad neki, csak elfelejtettél róla írni, vagy ugye videóban is beszélni, hogy mit mondott, vagy mit szólt. Nagyon nagy életem, akkor majd is megírod. Látom, még elérhető vagy, pedig írtam. Most meg boltba CB-ja, te nélok is édesem, szeretlek. Én is nagyon-nagyon szeretlek életem. Most lehet, hogy csak leírom és majd akkor fogod látni, amikor
hazaérsz. Már lehet, hogy megnézed még, nem tudom, már indulásra készen álltok, vagy még csak most fogtok indulni, vagy nem tudom, hogy hogy áll most a helyzet. Papa, ezt nem kellett volna nyújtogatni most már. Mit csinálsz már? Gyere már vissza. Na hát én elküldtem. Már kiderül, meg mikor fogod tudni megnézni életem. És akkor tényleg összesítve a dolgokat. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy megint meg tudtuk beszélni mindent. Megérettük egymást. És akkor majd várom a válasz videót esetleg már ugye holnap. Bár ugye most is várom, hogy ugye írjál, reagálj dolgokra, amiket ugye én most mondtam és kérdeztem. Lehet, hogy nem fogsz tudni mindenre, mert elég hosszú lett a videót, sok mindenről beszéltem. Beszélek is. És fogok is, mindig is. Majd meglátjuk, hogy esetleg valami kimarad, akkor esetleg majd újra megkérdezem, majd írásba is. Vagy már ugye megnézel a videót többször esetleg. Még a mai nap folyamán, vagy holnap, vagy éjszaka, vagy délelőtt, és akkor úgy majd csinálsz rá egy reakció videót, és esetleg valamit kihagytál volna. Na majd látjuk. Most lehet meg kalcsizok, melegítek egy kis levest, szerintem, és utána akkor vissza bedöglök ágyikóba, és pihizek, amíg ugye nem kell indulni este 9-ig. Addig újra ismét lépek fel. Face! Éli Bagoly profil, és nézem a videókat, amiket csináltam életem. Annyira nagyon jól látom, hogy ez a hihetetlen. És nagyon-nagyon várom, hogy újra élőben együtt. Te meg világítsál már, estében menjetek már, hallod? Hát nem lehet bőlem látni semmit. Komolyan mondom. Na azért. Na most meg az kékfehér itt minden. TV2. Nagyon életecském, akkor töltöm fel vidicskét. És nagyon-nagyon szeretlek, és nagyon-nagyon hiányzok. És nagyon-nagyon várom, hogy együtt legyünk, és akkor megbeszéljük majd, hogy akkor mi hogy legyen, mi legyen a terv, mi hogy lesz. Ja. És mindig meg tudunk beszélni mindent, csak jövő, mikor nem értjük meg egymást. De erre most már nagyon-nagyon oda fog figyelni én is, meg te is, hogy akkor majd próbáljuk meg úgy, ha csak messengeren, vagy valahogy tényleg meg neki lesen ezt értem, mert ez nagyon rossz, hogyha nem értjük meg egymást is. És akkor ez a helyzet. Nagyon-nagyon rossz volt. De mindegy, ez már a múlt. A lényeg az, hogy már ugye megbeszéltem mindent. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Ami emiatt is, meg amiatt is, hogy vagy nekem. Nagyon-nagyon szeretlek életem. Millió-millió csókocska. És akkor töltöm is fel videót. Szia-szia életem. Szia-szia. Millió csók. Szia-szia hercegném. Szia-szia.